base on a deep drop, steps up in the pocket. Néha a labda tökéletesen jön ki a kezemből. Az a bizonyos pillanat viszont valóban nagyon-nagyon jól jött ki. Kész Keenum, jól emlékszik a Minneapolis-i csoda örömére. Az utolsó dobásra, amivel megverték a New Orleans-i Szenteket a 2017-es rájátszásban. Nagyon nagy élmény volt. A végén a riporter Chris Myers elkapott a partvonalnál, és megkérdezte, hogy ugye ez az életem legszebb pillanata. Én azt válaszoltam, nem. Nem az életem legszebb pillanata. Ez a harmadik helyet foglalja el. Az első, amikor megtértem Jézus Krisztushoz. A második, amikor megházasodtam. Ez pedig a harmadik lesz. Kész profi játékosként megtapasztalta, milyen csúcson lenni. Mégis minden dolgot a helyén kezel. Itt a földön semmi sem tart örökké. Ezeknek vége szakad. Ha ezeket a dolgokat tartanám a legfontosabbnak az életemben, akkor csalódás érne. Például az egyik héten csodálatos dolog történik velünk, a következő héten viszont csalódunk. Az a legfontosabb, hogy az ember szoros kapcsolatot tartson Krisztussal, a családjával és azokkal, akik mellette vannak és törődnek vele. Ez a legfontosabb. Kész futball szeretete az apjától ered, aki edző volt. A feltétel nélküli szeretetben mutatott példát, akár vesztettek, akár nyertek. Belém súlykolta, hogy komolyan imádkozzak, keményen játszak, ne hanyagoljam el a focit, és élvezzem az életet. Minden meccs előtt így imádkoztam. Nem számít, mi lesz, és én teljes erőmből fogok játszani. És a dicsőséget Istennek adom. Profi karrierje csalódással kezdődött. Nem válogatták be a ligába, pedig a főiskolai karrierjében rekordokat döntött. Sokan azt mondták, nincs meg benne az, ami kell az NFL-be. Olyanokat mondtak, hogy nem vagyok elég magas, sem elég erős. Nem elég erős a karom, nem tudok elég messzire dobni. Nekem ez jó leszke volt arra, hogy azokra az emberekre hallgassak, akik fontosak az életemben. A családomra, a barátaimra, az edzőmre, akik ismernek. De a legfontosabb, hogy a megváltomban, Jézus Krisztusban kell bízni. Az ő szava számít. Kész a könyvében is arról beszél, milyen fontos a profi sport elvárásai közepette is Istenben bízni. Ő vezetett át a nehézségeken, és sokkal inkább mellettem volt, mint bárki más valaha is. A tavalyi szezon után a Denver Broncoshoz szerződött, és kezdő hátvédnek mutatták be. John Elway mutatott be a Denver Broncos kezdő hátvédjeként. Ez hihetetlen volt számomra. Gyerekként ugyanis John Elwaynek öltöztem Halloweenkor, háromszor egymás után. Volt egy kicsi hetes számú mezem, és abba jártam. Tudom, hogy Isten oda helyez engem, ahol kellek neki. Kész nagy reménnyel tekint a jövőbe. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy sikeres legyen, de ezt is Isten kegyelmére bízza. Magas mércét állítottam magamnak, mert mindent Istennek adok, amin van. Minden meccset, amit játszom, minden percet, amikor edzek. Minden napot, amikor az irodába megyek, mindent, amim csak van. Próbálom betartani az érészemet az egyességből, mert tudom az ígéretei és az igéje alapján, hogy Isten megtartja az ő részét az egyességből. Így nyugodt lehetek, mert tudom, hogy én megteszem az érészem, és neki adom érte a dicsőséget.